Szombat este van, ez egy belvárosi mozinak az előtere. Normális, hogy ilyenkor ez tömve van, de ma egy különleges alkalom miatt vagyunk itt. Rövid filmfesztivál. Engem nagyon ezek nem érdekelnek. Egy moziba azért jöttem, hogy filmeket nézzek. Kisfilmek. Rövid filmeket fogunk nézni egy percen belül. Mármint, hogy a filmek? Hát azokat nem nagyon lehet máshol megnézni, vagy máshogy sajnos. Sehol se láthatók a rövid filmek. Nem tudom, van máshol lehetőségem? Én nem tudom. Csak a fesztiválokról tudok, tehát hogy ott vetítenek ilyesmiket. A rövid filmet nagyon sok embernek lenne ideje megnézni, meg kedve is megnézni. Nem azért, mert nem hozzanak a rövid filmek, hanem azért, mert pont olyan időszakban vagyok, hogy nincs időm ilyenekre. Láttam a programot, de még sajnos nem sikerült bejutni egyikre se. Na, olvasd, mi az? Akkor segítek, nézzük. Birkózás, Bróðurbyta, egy izlandi film, Grímur Hakonarssonnak a filmje. Két meleg birkózó szerelme Izland kiesvidékén. Ez az, ami bevonz a terembe? Igen. Nem. Én dokumentumfilmrendező vagyok. Nem is hanem az alkotókat. I'm a film director, yes. And my film was shown last night. Hát remélhetőleg nagy százalékban nem a saját filmüket nézik. Akik filmeznek, azok feltétlenül nézik. Hát tegnap láttam a rövidfilmes blokkot, amiben az én filmem is ment. Megmutassuk. Hát őszinte legyék, az egyetlen, amit nem tetszett, a magyar. Az én filmemet is betették. Egy tök jó blokk. A rövidfilm alapvetően szerintem nem mozis műfaj. A rövidfilm az olyan, mint egy kis történet. Azért jó a rövidfilm, mert hamar vége? Nem. Egy kis regény. Ez egy film, csak rövidebb. Stig egy átlagos megjelenésű középkorú svéd középvezető, aki munka után szeret mesztelenül csúszdázni. 17 percig láthatjuk a svéd középvezetőt mesztelenül. Kihagyhatatlan. Cut.